Köszöntöm Önöket, ez a Pannon Televízió híradója, Kókai Mónika vagyok. Március 18-a van Sándor névnapja. 209 évvel ezelőtt szabadalmaztatta az utcai gázlámpát David Melville, és 57 évvel ezelőtt szintén ezen a napon volt az első űrséta is, amit Alekszej Leonov szovjet űrhajós hajtott végre. Most pedig érkezzenek a nap kiemelt hírei egy-egy mondatban. Újabb nagyléptékű fejlesztések valósultak meg Vajdaságban a Prosperitáti Alapítvány támogatásával. Holnap adják át a gyorsvasút Belgrád és Újvidék közötti szakaszát. A Belgrád-Budapest vonalhoz tartozó szakasz avatásán Alekszandr Vučić szerb államfő és Orbán Viktor magyar miniszterelnök is részt vesz. Mától olcsóbban tankolhatunk üzemanyagot Szerbiában. A 95-ös benzin literenkénti ára 0,24 dinárral, a gázolai pedig 0,42 dinárral lett olcsóbb. Aszály fenyeget a mezőgazdaságban, hónapok óta nem esett komolyabb csapadék a Vajdaságban. Böjte Csabával imádkozhattak a hívek Palicson. Közel 1,1 millió eurós támogatásból külsőleg és belsőleg is megújult az Entai Royal Hotel. A rekonstrukciós munkálatokat a Prosperitáti Alapítványt kiemelt jelentőségű nagyléptékű turisztikai fejlesztésének nyertes pályázata által valósulhatott meg. Szálláskapacitás szempontjából Zenta idegenforgalmában kiemelkedő szerepet játszik a Royal Hotel. A több mint 110 éves épület a mostani beruházással három csillagos minősítésből négy csillagosá avanzsálódhat a tulajdonosaik szerint. 19 év után idáig jutottunk el a felújításokkal és a rendezvényekkel, a munkánkkal, amivel én úgy gondolom, hogy egy gyönyörű, szép épületet alkottunk meg. A rekonstrukciós munkálatok a Prosperitáti Alapítvány kiemelt jelentőségű nagyléptékű turisztikai fejlesztésének nyertes pályázata által valósulhattak meg. Zentán egy a csata köré tömörülő, csoportosuló turisztikai brandépítés elkezdődött. Itt a Tisza kikötőfejlesztési ötlet van, hajózáshoz köthető ötletek vannak, és nagyon fontos, hogy minőségi szálláskapacitás is rendelkezésre álljon. A Royal Hotel egyik teljesen elhanyagolt és inkább munkás szálló jellegű volt, mára már teljesen felújított. A vajdasági közösség elképzelte, hogy mit szeretne és mit lehetne csinálni, honnan, hová lehet eljutni. Magyarországon pedig megvan a politikai stabilitás, az együttműködés akarata és szándéka arra, hogy ezeket a célokat itt Vajdaságban támogatni tudjuk. Mondta el köszöntőjében Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója. Itt közös gondolkodásról van szó. Nem Budapest akarja megmondani, hogy Szabadka mit csináljon, hanem Szabadka összefogva a vajdasági magyarsággal tűzte ki a saját céljait, és Budapest segít ennek a megvalósításában. Ez egy jó recept, ehhez kell az itteni magyarságnak az egysége, ezt biztosítja a Pásztor István, és kell az otthoni magyarság támogató szándéka, azért, mert hogy egy vérből valók vagyunk, együvé tartozunk. Hihetetlen nagy jelentőségű a mostani fejlesztés, hiszen azt igazolja vissza, hogy a turizmussal kapcsolatos szándékaink, elképzeléseink életszerűek. Másrésztről pedig egy 110 éves műemlék jellegű épületet díszített fel új, modern, 21. századi tartalommal, megőrizvén a szecessziós jellegét. Emeltek ünnepi beszédében Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke. Az emberek két lábbal a földön járnak. Pontosan tudják, hogy hol voltunk, hol vagyunk, és azt is tudják, hogy hova tartunk. És ez az utolsó a lendület szempontjából a fontos, ahhoz, hogy odaérjünk, ahova tartunk. Azt látom, hogy megvan hozzá az akarat és a szándék. Megvan hozzá a közös akarat, és megvan hozzá a közösségi cél. A turizmus a Prosperitáti Alapítvány elmúlt két évében vált kiemelt támogatási területté, mint az általános gazdaságfejlesztési stratégiának egy szakosított változata.
A Prosperitáti Alapítvány pályázatának köszönhetően a topolyai Capriolónak sikerült az elektromos biciklik gyártási technológiáját tökéletesíteni. A szerbiai piacvezető kerékpárgyár már a Topolya egyik legnagyobb munkadójává vált, mintegy 200 családnak biztosít megélhetést. A 46 millió dinár értékű eszközbeszerzés 25%-a önrész, 40%-a a Prosperitáti Alapítvány pályázatának köszönhető, 35%-a pedig banki hitelből valósult meg. A beruházás részeként az elektromos kerékpárok összeszerelésére alkalmas berendezést vásároltak, továbbá csapágy présgépeket, láncszabó gépeket és egyéb segédeszközöket. A minőség ellenőrzés fejlesztésébe is befektetést valósítottak meg. Festék ellenőrzés gépet és a kamion rezgését szimuláló csomagolás ellenőrző gépet is vásároltak, hogy a szállítmány több ezer kilométer távolságra is sérülésmentesen megérkezzen. A gyár vezérigazgatója bízik abban, hogy a Prosperitáti Alapítvány pályázati lehetőségei továbbra is adva lesznek. A gyár kinőtte magát, új csarnok építését tervezik. Bízunk benne, hogy a kapacitásaink bővítésével további munkahelyeket tudunk biztosítani, és a kerékpárjaink messzire tudják vinni Topolya hírnevét. Reménykedünk abban is, hogy számíthatunk a jövőben is hasonló támogatásokra, mert ötletünk az bizony van bőven, és ahogy Albert Einstein is mondta, az élet olyan, mint a biciklizés, ha meg akarod tartani az egyensúlyt, mozgásban kell maradni. Hollik István szerint a Capriolo cég sikere nem csak Topolya sikere, és nem is csak a vajdasági magyarság sikere. A Fidesz kommunikációs igazgatója azt mondta, ez az egész magyarság sikere. Mi anyaországi magyarok is büszkék vagyunk Önökre, és örülünk neki, hogy a magyar gazdaság is van olyan állapotban, illetve a kormánynak pedig van szándéka arra, hogy a határon túli vállalkozásokat is fejlessze. A Capriolo arról szól, amit mi közösségként szeretnénk, fogalmazott Pásztor István, a VMS elnöke. Mi arra készülünk, hogy ezt a közös építkezést folytassuk. És ezt azért mondom ilyen határozottan, mert ez a nemzeti érdek, ez mindannyiunk közös érdeke, és azért mondom, mert továbbra is létezik az az energia, amelyik mozgásba tudja tartani a történetet. A topolyai Capriolo tavaly 20 országban több mint 110 ezer kerékpárt értékesített, a kerékpárgyár fennállása óta pedig mintegy 1,5 millió biciklit gyártottak le. Holnap adják át a gyorsvasút Belgrád és Újvidék közötti szakaszát. A Belgrád-Budapest vonalhoz tartozó szakasz avatásán Alekszandár Vučić szerb államfő és Orbán Viktor magyar miniszterelnök is részt vesz. A két politikus a bejelentés szerint Belgrádban száll fel a vonatra és azzal érkeznek meg Újvidékre. Az ottani vasútállomás megtekintése után délben a szerb államfő és a magyar miniszterelnök mond beszédet. Az eseményt a Pannon Televízió élőben közvetíti. Több mint 3 év telt el azóta, hogy utoljára szállított vonat utasokat Belgrádból Újvidékre és vissza. Az újvidéki vasútállomáson 2021. októberének végén kezdődtek el a felújítási munkálatok, valamint egy év alatt 2 idevezető felüljárót is újjáépítettek. Több hónapos tesztelés után vasárnap, március 20-án újraindul a rendszeres vonatjárat a főváros és a tartományi székváros közötti szakaszon. Sokan örömmel fogadták a hírt, hogy újraindul a vasúti közlekedés a két város között. A vonattal rendszeresen utazók már hiányolták a járatokat, és vannak, akik hosszú kihagyás után kiszerették próbálni ezt a gyors és kényelmes utazási módot. A leggyorsabb Intercity járat naponta 5 alkalommal fog közlekedni. 4-szer indul majd a Regio Express járat, és 9-szer a Regio, amely minden köztes állomáson megáll. A hivatalos árjegyzék még nem ismert. A népszerűsítési időszakban viszont egy irányban 300 dinárt kell majd fizetni a jegyért a Soko,
azaz Sólyom névre keresztelt gyorsvonaton. A gyerekek 7 éves korig ingyen utazhatnak rajta. Velika stvar za Srbiju, velika stvar za Beograd, velika stvar za grad Novi Sad, jer sada ćete moći da stignete od Beograda do Novog Sada za samo 30 minuta, ali i velika odgovornost na svima koji pre svega upravljaju ovim sistemima, ali i veliko upozorenje svim korisnicima sistema. A figyelmeztetés elsősorban a vasúti átjárókon való átkelésre vonatkozik, mivel az új vonatok sokkal gyorsabban haladnak majd, mint korábbi társaik, tették hozzá az illetékesek. A gépkocsival közlekedők is örülhetnek, ugyanis egyelőre nem drágul tovább az üzemanyag Szerbiában, sőt mától olcsóbban tankolhatunk a kutakon. A 95-ös benzin literenkénti ára 0,24 dinárral csökkent, és jelenleg 176,05 dinárba kerül. A gázolaj literenkénti ára pedig 0,42 dinárral lett olcsóbb, most 187,23 dinárba kerül a kutakon. A szerbiai kereskedelmi minisztérium a töltőállomásokat is értesítette a változásról, és arra kötelezi őket, hogy maradéktalanul alkalmazzák ezeket az árakat. Választások 2022. A községben tartózkodó migránsok, a mezőgazdaság, valamint az aktuális pályázatok voltak a témái a tegnap esti lakossági fórumnak Törökkanizsán. Az esemény sokakat megmozgatott, a polgárok pedig kérdéseket is feltehettek az illetékeseknek. Színültig megtelt a Törökkanizsai könyvtár épülete, sokan voltak kíváncsiak a lakossági fórumra. A községbeliek az elkövetkező időszakban több pályázaton is részt vehetnek, például a kazánok cseréjére irányuló környezetvédelmi minisztérium által kiírt pályázaton. Törökkanizsa önkormányzata a környezetvédelmi minisztériumnál pályázott, és sikeresen nyert pályázaton 2 millió dinárt a maximális összeget magánszemélyeknek a kazán cseréjére, ami azt gondolom, hogy nagyon fontos, ugyanis a levegő minőségére, levegő tisztaságát tudjuk ezzel kiváltani. Dr. Pásztor Bálint, a VMS köztársasági parlamenti lista vezetője kitért a községben uralkodó migráns helyzetre is, ami már 7 éve keseríti meg az itt élők mindennapjait. A Vajdasági Magyar Szövetségen kívül egyik párt sem tartotta fontosnak, hogy ezt a törökkanizsaiak, de nem csak a törökkanizsaiak, hanem a nyugatbácskaiak, szabadkaiak, nagykikindaiak életét megkeserítő kérdésről, problémáról beszéljen, és ezért fontos az, hogy a vajdasági magyarságnak a VMS képében továbbra is legyen erős érdekképviselete a szerbiai parlamentben, hiszen helyettünk ezeket az ügyeket más nem fogja felvállalni. A listavezető hozzátette, hogy a migráns kérdést illetően továbbra is kitartóak lesznek a VMS parlamenti képviselői, hiszen az érintett településeken élő lakosság biztonsága a legfontosabb. A belgrádi Barátság parkját a város szimbólumává szeretné tenni Alekszandar Šapića. A szerb haladó párt belgrádi polgármester jelöltje szerint a parkban nagy lehetőségek rejlenek a turisták és a fővárosiak számára is. Egy projektet dolgoznának ki, a világ legjobb építészei dolgoznának rajta. Az ötletek között szerepel egy a bécsihez vagy a londonihoz hasonló óriás kerék megépítése is. Šapić hozzátette, a gördeszka parkot és a kosárlabda pályát is felújítanák, hogy akár nemzetközi versenyeknek is helyet adhassanak. A köztársasági választási bizottság pedig ma határozza meg az elnökjelöltek sorrendjét az április 3-i választáson. A köztársasági elnök választásról szóló törvény szerint a szavazócédulán szereplő jelöltek sorrendjét sorsolással kell meghatározni, amit a jelölteket javaslók képviselői előtt kell megejtenie a köztársasági választási bizottságnak. Az elnök választáson 8 jelölt vesz részt, a sorsolás 18 órakor kezdődik. Választások 2022. Szombattól vehetik át a magyarországi lakcímmel nem rendelkező itteni választópolgárok a magyarországi választásra vonatkozó szavazási levélcsomagjukat a szabadkai főkonzulátuson. Április 2-ig minden nap 6 és 22 óra között tehetik ezt meg. Belgrádban a Magyar Nagykövetségen hétfőtől lehetséges a levélcsomag átvétele azoknak, akik ezt így kérték. Ez április 2-ig lehetséges, munkanapokon 8 és délután 4:30 között.
A hét elején hallott pozitív hírek ellenére úgy tűnik, még nagyon messze van a megállapodás Oroszország és Ukrajna között. Több rakétatámadás is érte péntek reggel az ukrán városokat. A humanitárius folyosókon keresztül folyamatosan zajlik az emberek kimentése. Rakéták csapottak be péntek reggel egy repülőgép javító üzembe a nyugat-ukrajnai Lviv repülőtere mellett, közölte Andrij Szadovij, a város polgármestere. Az üzem működését korábban már leállították, a csapásnak nem voltak áldozatai, tette hozzá polgármester. A délelőtt folyamán rakétatörmelék hullott egy kijevi lakóépületre. Egy ember életét vesztette, négyen pedig megsebesültek, számolt be a BBC az ukrán állami katasztrófa védelmi szolgálat. A katasztrófa védelmi szolgálat szerint 12 embert sikeresen kimentettek, és 98 embert pedig evakuáltak a Podészki negyedben található 5 emeletes épületből. Egy több emeletes tanügyi épület is találatot kapott az északkelet ukrajnai Harkivban, közölte az ukrán állami katasztrófa védelmi szolgálat. Egy ember meghalt, 11 megsebesült és egy személy a romok között rekedt. Az ukrán hatóságok azt tervezik, hogy a humanitárius folyósókon keresztül folytatják az emberek kimentését Szumiból, valamint a környező településekről Poltavába. Csütörtökön egy mariupoli humanitárius művelet eredményeként mintegy 43 ezer embert evakuáltak. Az Ukrajnát elhagyó menekültek száma egyébként átlépte a 3 milliót. Nézzük, milyen témák lesznek még a híradó folytatásában. Megújul az óbecsei evangélikus református templom. Véget ért a nemzetközi kupa szereplés a szerbiai labdarúgó csapatok számára. ...2076 új koronavírus fertőzöttet vettek nyilvántartásba Szerbiában az elmúlt 24 órában. A fertőzés szövődményeibe 15 beteg halt bele. Csökkent a kórházban ápoltak száma, 932-en szorulnak ellátásra, közülük 47-en vannak lélegeztetőgépen. Megújul az óbecsei Zöldfás utca egyik építészeti gyöngyszeme, a tavaly 125 éves fennállását ünneplő evangélikus református templom. A felújítás a magyar kormány támogatásával valósul meg. Állványokkal, szerszámokkal van tele az óbecsei evangélikus református templom. Külső-belső felújítás folyik az épületen. Nemrégiben még tartottak itt Biblia órát. Bátori Szilvia 3 évvel ezelőtt csatlakozott ehhez a közösséghez. Itt találta meg a lelki békéjét. Nagyon jó érzés volt az, hogy mind családtagok tudtak rögtön fogadni, és jó, hogy tudunk beszélgetni, jó, hogy összejövünk még akkor is, hogy mind ahogy most sajnos ugye a lelkészünk lebetegedett. Kozma Zoltán gondnok évek óta a szívén viseli az épület sorsát. A mostani felújításnak nagyon örül. Nagyon síralmas állapotban volt már, de törekszünk és iparkodunk a támogatóknak köszönhetően, hogy visszaálljuk a templomnak a valamikori szép fényét és kinézetét. A templom különlegessége, hogy reformátusok és evangélikusok osztoznak rajta. Református és az evangélikus egyházközösségi Tóbecsén, bár számbelileg kicsi, de nagyon életképes, sok fiatal van, és összefogtak ők is, összefogtak a támogatók, hisz a Betlen Gábor alaptól kezdve a Teleki László alapítványtól a tartományi kulturális titkárságon át nagyon sokan támogatják egy-egy szakaszát ennek a felújításnak. Helytörténeti érdekesség, hogy 1896-ban Szász Károly református püspök és Sárkány Sámuel evangélikus püspök avatta fel a templomot. Az a Sárkány Sámuel, aki később Kossuth Lajost is eltemette. A hívők és más támogatók mellett a templom építéséhez pedig maga Ferenc József császár is hozzájárult. Böjte Csaba ferences rendi szerzetes volt a csütörtök estik elnevezésű rendezvény sorozat legutóbbi vendége. A Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója Lélekhangoló címmel tartott előadást Palicson. Az eseményt a Vajdasági Magyar Képzőkutató és Kulturális Központ szervezésében valósult meg. Olyan jó ez!
Teljesen megtelt a Magyar Művelődési Központ Palicson, több mint 200-an hallgatták Böjte Csaba ferences rendi szerzetes Lélekhangoló című előadását. Igazából szerettem volna meghallgatni először is, hogy lehetőség van élőben, azt az energiát átvenni tőle, amit ő tud ilyenkor nyújtani, és ahogy a kiírás is írja, hogy lélekhangoló, tehát egy kicsit áthangolódni magunkat a jóság felé, illetve hát a közelgő ünnepekre. Böjte Csaba már nem először járt Vajdaságban. Elmondta, mindig úgy érzi, hogy testvérek közé jön, hiszen a kisebbségi sors összeköti őt a délvidékiekkel. Erdélyben is hasonló a helyzet, mint Vajdaságban. Én a reményt, a hitet, a szeretetet szeretném az emberek szívébe egy kicsit lángra gyújtani, hogy bízzunk a holnapba, bízzunk egymásba, bízzunk a mi úrunk Jézus Krisztusba, aki megváltott bennünket. És azt hiszem, hogy erre nagy-nagy szükség van, mert nem tudom itt merre, mennyire, de Erdélybe, hát sok a depressziós, szomorú, rossz kedvű ember, adná az Isten, hogy sikerüljön. Tényleg, kicsit felhangolni saját lelkünket. Az esemény végén közösen elimádkozták a miatyánkot és az üdvözlégyet. Vajdaság szerte nagy gondot jelent a csapadék hiánya termőföldeken, a lehullott eső, illetve hó mennyisége igen alacsony volt az elmúlt hónapokban. A termőföldek teljesen szárazak, így egyelőre alkalmatlanok a tavaszi vetésre. A termés 20%-ban függ a gazdák munkájától, 20%-ban a vetőmag minőségétől és 60%-ban az időjárástól, legalábbis ezt mondják a gazdák. Hamarosan kezdődik a tavaszi vetés, de egyelőre a föld még szétporlad az ujjaim között, így előtte nagy szükség lenne egy kiadós esőre. Most leginkább a búza és az árpa szorul rá az esőre, ideális esetben két hetente 20 liter csapadékra lenne szükség. Pont itt mögöttünk, ami van, ez egy hibrid fajta árpa. Az idén megfeleztük a vetés területét az árpákba. Ez egy hibrid takarmányárpa. Meglássuk, hogy az idén mit mutat. Jobban úgy nézem, hogy jobban tűri a szárazságot, mint a hagyományos takarmányárpa. Milyen állapotban van most a föld? Mennyi nedvesség hiányzik belőle? Hát olyan, hogy mivel most hamarosan ott vagyunk a vetésnél, ahogy néztem az előrejelzést, két hétre még semmi esőt nem mutat, egy 50 liter most nagyon el kellene. Az olajrepcét valamelyest megviselt az egy héttel ezelőtti fagy, de a szárazságot egyenlőre jól tűri, a tavaly évvégi csapadéknak hála. És akkor olyan 290 liter esett le itt Temerin területén, négyzetméterenként, ami a többéves átlagnak szinte két és félszerese. Annak köszönve hát elég jól állnak a földek, míg az idén januárban, 17 februárban 20 mm csapadék, márciusban még most 2,5 milliliter hullott csak, úgyhogy ez még, hát, még felesse az évi átlagnak, az adott hónapokra levezetve. A megművelt, vetésre váró földek 8-10 cm mélyen ki vannak száradva, ez alkalmatlan mind a szója, mind a kukorica vetésre. A gazdák bíznak benne, hogy hamarosan esőfelhők érkezhetnek Vajdaság fölé. Az esőfelhők azonban továbbra sem érkeznek meg vidékünkre, az előrejelzések szerint ugyanis marad a száraz napos idő Vajdaságban, a nappali csúcsértékek a hétvégén sem lesznek túl magasak, mindössze 9-10 fok lesz a legmelegebb órákban. Hajnalban pedig fagyra kell készülni, lassú felmelegedés a jövő héten kezdődhet. Kisorsolták a labdarúgó bajnokok ligája negyed döntős párosításait. A címvédő Chelsea a rekordbajnok Real Madriddal találkozik majd a legjobb nyolc között. A Villarreal a Bayern Münchennel, a Manchester City az Atletico Madriddal, a Benfica pedig a Liverpoollal csap össze a továbbjutásért. Az első mérkőzéseket április 26-án és 27-én rendezik meg, a visszavágókra pedig egy héttel később kerül sor.
A szerbiai labdarúgó csapatok számára viszont véget ért a nemzetközi kupa szereplés. A Crvena Zvezda ugyanis 2-1-re legyőzte a Rangers együttesét Belgrádban, de a skóciai odavágón elszenvedett 3-0-ás vereséget nem tudta ledolgozni, így búcsúzott a legjobb 16 között az Európa Ligában. A belgrádi Partizán a kiesett konferencia ligában, miután a holland Feyenoordtól a visszavágón is kikapott. Összességében viszont a szerb klubok kiválóan teljesítettek a nemzetközi porondon, így a következő idény bajnoka valószínűleg egyeneságon bejut majd a BL csoport körébe, míg a szerb élvonal második helyezettje a selejtezőkben indulhat. Újabb tehetséges asztali teniszező bontogatja szárnyait Temerinben, Orosz András megvédte országos ifjúsági bajnoki címét Versecen. A tehetséges játékos pedig vegyes párosban is jól szerepelt, Veszeg Rékával az oldalán ezüstérmet szerzett. Orosz András már jó néhány éve felhívta magára a figyelmet a szerbiai korosztályos versenyeken. A tavalyi ifjúsági bajnokságon sikerült aranyérmet szereznie, az idén pedig meg is védte a bajnoki címet, méghozzá igen fölényesen, hiszen csak egy játszmát adott le az aranyéremig vezető úton. Szerintem az idei verseny az sokkal erősebb volt, mint a tavalyi. Könnyebben megnyertem idén, de ami fontos, hogy idén erősebb volt azért a kategória, tehát nehéz volt megvédeni a címet. Mint eddig minden korosztályos versenyre, Andrást ezúttal is édesapja és egyben trénere, idősebb Orosz András készítette fel. Mint mondja, nagyon nehéz elkülöníteni az edző és az édesapa szerepét. Jó lenne elkülöníteni, de sajnos nem lehet. Nagyobb érzelemmel ül az asztal háta mögött egy apa és edző is, vagy mint csak egy profi edző. Valószínűleg, hogy az emotikus része is jobban kijön az edzőségben, tehát többször konfliktusba kerülünk, de vannak ennek jó oldala is. Ifjabb Orosz András a szerb élvonalban szereplő Temerin asztali teniszklub növendéke. Itt is edz rendszeresen, de a fejlődése szempontjából úgy határozott a klub, hogy kölcsön adja a másodosztályban versenyző magyar kanizsa csapatának. Az ifjúsági bajnok következő célja, hogy megnyerje a top 12-es szerbiai bajnokságot is, amelyen az ifjúsági mezőny 12 legjobb játékosa vesz majd részt. Eddig tartott a híradó, érkezzenek még egyszer a nap kiemelt hírei röviden. Újabb nagy léptékű fejlesztések valósultak meg Vajdaságban a Prosperitáti Alapítvány támogatásával. Holnap adják át a gyorsvasút Belgrád és Újvidék közötti szakaszát. A Belgrád-Budapest vonalhoz tartozó szakasz avatásán Alexander Vučić szerb államfő és Orbán Viktor magyar miniszterelnök is részt vesz. Mától olcsóbban tankolhatunk üzemanyagot Szerbiában. A 95-ös benzin literenkénti ára 0,24 dinárral, a gázolai pedig 0,42 dinárral lett olcsóbb. Aszály fenyeget a mezőgazdaságban. Hónapok óta nem esett komolyabb csapadék a Vajdaságban. Böjte Csabával imádkozhattak a hívek Palicson. Köszönjük a figyelmüket, ha tehetik, tartsanak velünk a továbbiakban is, mert mindjárt kezdődik a közügyek. Én este 8-kor friss hírekkel várom Önöket. A viszontlátásra!